Jelentősen átalakított kerettel vágott neki a bajnokságnak a Máté Szalka, nyáron 9 játékos távozott, és 8 új futballista érkezett a csapathoz. A célok között szerepelt a fiatalítás, és az, hogy minél több saját nevelésű játékos láthassanak a szurkolók. Ennek sikerült is eleget tenni, a 23 főt számláló keret felét saját nevelésű labdarúgók alkotják. Emellett az eredményességet is szem előtt tartották a vezetők, az MMTK pedig ősszel megfelelt az elvárásoknak. Az első 5 forduló az még egy kicsikét ugye a ráhangolódás időszaka volt, ahol épp a előttünk egy ponttal álló Mándok otthonába szenvedtünk vereséget, illetve Tarpa csapatától. Na de hát azért 15 fordulóból 2 vereség, 3 döntetlen, és az összes többit az utolsó 10 fordulóban valami óriási produkciót hajtottak végre a fiúk, amit az is jelez, hogy azért a gólkülönbségekben is, a kapott és lőtt gólok számában is, ott vagyunk az élen, tehát mi rúgtuk a legtöbb gólt, és viszonylag mi kaptuk a legkevesebbet, és plusz 24-es gól arányjal ugye ott vagyunk, hogy az egész mezőny fölött fölé kerekedtünk. Én azt gondolom, hogy ez a tudatos építkezés, ami évek óta zajlik a Máté Szalka MTK felnőtt csapatában, ez nem mondom, hogy csúcsaért még, de nagyon reméljük, hogy azok az elképzelések, amik a szezon elején megfogalmazódtak a vezetők részéről, a vezetés részéről, a városvezetés támogatásával, azokat igyekszik most a szakmai stáb, illetve a játékosok is azt a menetrendet követni, miszerint a lehető legjobbat kellene kihozni ebből a 23-24-es bajnoki szezonból. Bár a szurkolók a jó őszi szereplés után már osztályváltásról álmodoznak, a klub vezetői egyelőre nem gondolkodnak ennyire előre. Az élmezőny az elég sűrű, egy ponttal vagyunk lemaradva ugyan az első helytől, 2 ponttal van mögöttünk a harmadik helyen lévő csapat, tehát ott az első 5-6 csapatnak a pont arányai és különbségei azért elég szorosak. Meg hát láttuk azt, hogy mi egyenletes teljesítményt nyújtottunk, de a korábbi évekre visszautalva, vagy akár a többi csapatot figyelve, azért meglepetés eredmények is születtek most így az ősz vége felé, amiben nyilván a külső környezeti tényezők is ugye mélyebb volt a pálya, sáros talaj, esős, hideg idő, tehát sok olyan tényező is közrejátszott, ami esetleg, meg hát a sérülések. És hát igen, egy dolgot nem említettem, hogy ez a stáb, ez a 23 fő stáb, ami most együtt dolgozik, örömteli tény, hogy az előző szezonból még voltak sérültjeink, ezek is felépültek, beépültek a csapatba, tehát minimális kis egy-két kisebb sérülésre letekintve azért elmondhatjuk, hogy sérülésmentesen sikerült ezt a bajnokságot végigjátszani. A Máté Szalkai MTK január 7-én vág neki egy 6-7-es felkészülésnek. Az első tavaszi fordulóban a Nagyecsedhez látogat Kis Tamás együttese.